veszik a munkánkat így a politikusok, mert sokszor tényleg hát sokkal viccesebbek, mint mi. Ezzel gondoltuk, hogy mi meg elveszük az ő munkájukat, és akkor mi meg politikusok leszünk. Gergely Kovács ist Gründer der ungarischen Satirepartei Ein Hund mit zwei Schwänzen. Die Partei benennt mit mutigen und bissigen Aktionen Missstände in Ungarn und schlägt damit große Wellen im Land. Denn der Frust über die Korruption und Repression unter Viktor Orbán wächst. Vorsitzender Gergely und sein Mitstreiter Ferry planen in Orbáns Heimatort Feldschut ihre neueste Aktion. Sie wollen ein Raumschiff ins Weltall schießen. Warum Feldschut? Der Heimatort von Viktor Orbán liegt gut 40 Kilometer von Budapest entfernt. Es ist der wohl symbolträchtigste Ort der aktuellen ungarischen Politik. Feldschuts Bürgermeister Lőrinc Mészáros ist ein Kindheitsfreund von Orbán, gelernter Gashandwerker, Unternehmer und heute der fünftreichste Mann Ungarns. 1800 Menschen leben in Feldschut. Es gibt einen Dorfplatz, eine Pizzeria und ein 12 Millionen Euro teures Fußballstadion, bei dessen Bau eine Firma von Mészáros zu den Hauptausführenden gehörte und das doppelt so viele Sitze hat wie das Dorf Einwohner. Es befindet sich im Vorgarten von Viktor Orbáns liebstem Landhaus. Ein gefundenes Fressen für die Satiriker rund um Gergely Kovács. Budapest im Mai 2017, einige Wochen vor der Raumschiffaktion. Nemzeti konzultációnál elfelejtette megadni az adatait az orosz titkosszolgálatoknak, ott annál az FSB-s embernél leadhatja. Ki kell majd tölteni, mi a neve, mi a vércsoportja, tud-e vezetni tankot, és esetleg ilyen munkatábor érdekelnie. Köszi! Vladimir Putyin az atya, Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr a fiú, és én utolsó csepp véremig küzdeni fogok értük. Budapest ist in Aufruhr, nachdem Orbáns Regierungspartei Fidesz ein restriktives Universitätsgesetz verabschiedet hat. Zehntausende Menschen gehen für Bildungsfreiheit und gegen Orbán auf die Straße. Ein Hund mit zwei Schwänzen hat zu einer eigenen Kundgebung gerufen. Tausende demonstrieren für die Abkehr von Brüssel und eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Orbán und Putin. Sie fordern eine Diktatur. Elég volt a külföldi migránsokból! Magyar földre, magyar migráns! A fene egye meg! Ilyen az ezer éves Magyarország! Ilyen a szeretet és a béke! Követeljük, hogy újra tanítsák az általános iskolában az oroszt! És legyen 10 óraira kaviár! Ilyen a rendőrség! Végrán magát! Követeljük, hogy... Magyarok! Ein Hund mit zwei Schwänzen wurde als Streetart-Bewegung gegründet und ist seit 2010 eine offizielle Partei. Ihre Wahlversprechen: freies Bier und ewiges Leben. Die führenden Köpfe neben Gergely sind Ferry, Leiter des kreativen Komitees, und Kommunikationschefin Susi Dada. Die sogenannten Zweischwänzigen filmen fast alle ihre Aktionen für die Netzgemeinde. Bei Facebook haben sie 260.000 Follower. Mit deren Unterstützung hofft die Partei, bei den Wahlen im kommenden Jahr ins ungarische Parlament einzuziehen. Aki Orbán szereti, itt van velünk! Diktatúra! 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 Chilleberz im Hochland von Budapest. In einem ehemaligen Pioniercamp treffen sich Mitglieder und Unterstützer der Satirepartei einige Wochen nach der Demo zu einem Workshop.
itt vannak az úttörők. Mégis léteznek. Bocsánat, egy selfie-t szabadna az úttörőszövetség? Eine nostalgische Pioniergruppe verirrt sich zu den zwei Schwänzigen. És az ingyensör? Az ingyensör az van valahol itt, csak 300 forint a szervizdíj. Ugye, de fordítsd már meg. Ugye, lányok, gyöngy ez az élet. Yes. Azért örülök neked, mert ti végre fityiszt mertek mutatni ennek a aljas hatalomnak. Hát, annyi szabad időnk van, hogy elvárom. Sok siker önöknek és drukkolunk. Mint a mókus benne a pár, az úttörő oly vidám, ajká! Ó, igazi úttörő. Hát akkor tessék fölkötni, mert... Köszönjük szépen. 6:40? Nem tudom, felkelte valaha olyan korát. Csak a párt életében nagyon nehéz pillanatok, amikor 6:40-re kéne a tévébe menni nyilatkozni, és ezt nem biztos, hogy tudjuk teljesíteni, de megpróbáljuk. Ungarn wurde 2016 von der amerikanischen NGO Freedom House als das unfreieste Land der EU eingestuft. Brüssel hat mittlerweile mehr als 1.300 Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Zuletzt machte Orbán Schlagzeilen mit menschenunwürdigen Lagern für Flüchtlinge und Repressionen gegen die freie Presse. Beim Workshop der Zweischwänzigen treffen sich Oppositionelle aus allen Teilen der ungarischen Gesellschaft. Gondolom, hogy ez a kétfarkú kutyapárt egy olyan programot képvisel, ami mind hosszú, mind rövid távon, igen. Jó, tehát gondolom azt, hogy az örök élet az egy nagyon fontos dolog, és Isten is azt akarja, és az ingyen sör az a földi boldogulásunk, az szintén nagyon fontos. És az ön foglalkozása? Én szerencsémre lelkész vagyok. Én úgy gondoltam, meg gondolom, hogy most már itt az ideje, hogy a kétfarkú kutyapártnak legyen egy hívő tagozata. Nagyon sokan vannak hívő emberek, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint a kétfarkú kutyapárt a jelenlegi helyzetről. Igen, igen. Jó, ez szerintem szükséges, ez meg tök jó, amit mondasz. Hogy... Igen, mert ugye a kutyapártól kapcsolatosan ugye a legfőbb kritika, ami éri, és szerintem ez nem jogos, hogy ez egy semmiféle értékeket nem tisztelő marihuánás, liberális ateista párt, és én azért is jöttem el ide a táborba, hogy jelezzem, hogy én ismerem Istent, ismerem Jézust, és hívő ember vagyok, de a kétfarkú kutya pártot azt nagyon-nagyon pozitívan értékelem, és... Ezt átbeszéljük még majd itt több emberrel is, és akkor bejutunk valamire. Szép, hasznos és vicces. És ezért csináljuk. Tehát mindenhova raktunk. És nagyon fontos az, hogy az embereket tájékoztassuk. Igazából az a baj, a legnagyobb bajunk az, hogy vidéken ugye csak a nemzeti adók mennek, és igazándiból odáig nem jut el az igazi üzenet, amit igazándiból mutatnék. Átverik a népet. Die Plakataktion ist der bisher größte Coup der Partei. 2016 führte die Regierungspartei Fidesz ein Referendum durch, in dem die Ungarn darüber abstimmen sollten, ob die EU vorschreiben dürfe, wie viele Flüchtlinge das Land aufnimmt. Brüssel hatte für Ungarn 1.300 Flüchtlinge vorgesehen, doch Fidesz wollte überhaupt keine aufnehmen. Um ein Nein zu erzwingen, startete die Regierung eine hetzerische Plakatkampagne gegen Flüchtlinge. Als einzige Oppositionspartei stellte ein Hund mit zwei Schwänzen eine Gegenaktion auf die Beine. Nem tudom, ugye ezzel indult minden, hogy ők elkezdték ezeket a plakátokat, ugye itt a nem létező bevándorlókhoz beszéltek magyarul, ami mégis önmagában viszonylag vicces, hogy ennek mi értelme. Az állami televízión ott, nem tudom, ebben az időszakban a hírek 90%-a a bevándorlókról szólt. Az a szörnyű, hogy működött egyébként, és így a Nyugat-Európából úgy tűnik, hogy egy ilyen gyökér rasszista ország Magyarország, ami szerintem nem feltétlenül igaz. Hier eine Antwort der Satiriker. Egy közösségi finanszírozás volt, és akkor küldött, nem tudom, 6000 ember pénzt, azt mondom, 6-7000 forint volt átlagosan, és akkor úgy jött ki ez a 30 millió forint. És abból 1000 óriás plakátot tudtunk kivenni. Ez is egy ugyanolyan lehetőség, mint a magyarországi, hogy Magyarországra tömegesen települjenek le migránsok, körülbelül hasonló esély van.
Die Plakatkampagne rief dazu auf, bei dem Referendum ungültige Stimmzettel abzugeben. Mit Erfolg. 6,3% der abgegebenen Zettel waren ungültig, in Budapest sogar 12%. Das Referendum scheiterte an zu geringer Wahlbeteiligung. Győztünk, igen, hát a künkisi plakát az egy nagy része, ilyen, azt mondta, hogy tök élmény volt, és hozzá egy kis gyakran oda mentek emberek, kértek plakátokat, örültek, hogy csinálják. A médiában ugye nem feltétlenül tűnt így, mert ugye akkor hír, hogyha valami baj van, és akkor az volt hír, hogy a tépkedik a plakátokat, az volt hír, hogy a Szentendrén egy taxis fejen verte az egyik passzivistánkat. Ferry hat es zum Interview mit dem ungarischen Nachrichtensender Hier TV geschafft, um 6.40 Uhr morgens. Űrállomás avatására készül Felcsúton az augusztus 19-i hétvégén a magyar kétfalkú kutyapárt, aztán még 8 embert meg 2 kutyát majd fel is lőnének, vagy kilőnének az űrbe. Itt van velem a magyar kétfalkú kutyapárt radikális szárnyának az elnöke, aki egyben az esztétikai bizottságot is vezeti, Sevő Ferenc. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tényleg a radikális szárnyak az elnöke? Mennyire radikális a kétfalkú kutyáknak a radikális nagyon szárnya? Nagyon radikális szárnya. Úgy van a kétfalkú kutyapárt, két radikális szárnya van, a jobboldali radikális szárnya, meg a baloldali, és így tud elemelkedni a földtől. De így voltak ezzel a mostani kiképző táborban is? Ezen a táborban az egyik legfontosabb dolog a táborral kapcsolatban, hogy nagyon keveset aludtunk. Tehát az elmúlt nem sértődik meg, azt mondom, hogy látszik egy kicsit. Az elmúlt 4 napban annyit aludtam, mint amennyit egy este alatt szoktam. Tehát ezért is jöttem el, hogy elmondjam, hogy ez az utolsó délelőtti kutyapártos interjú a magyar tévé történetében. Der Countdown für den Raketenstart am Nationalfeiertag in Feldschut läuft. Doch vorher gibt es noch eine andere wichtige Aktion. Ferry, nach dem Fernsehinterview ausgeschlafen und frisch geschoren, macht sich auf den Weg. Elviszlek titeket a kutyavizes VB-re, amit ma tartunk a Városligetben. Ez is modellezi azt, amiről szoktunk beszélni, hogy nem szeretünk ilyen ellenzéki módon nyafogni, hogy nem jó mondjuk ez a vizes világbajnokság nekünk, akkor azt kéne, hogy semmi nem tetszik. De nekünk nagyon is tetszik a vizes világbajnokság, csak meg vagyunk sértődve, hogy a kutyákat kiadják belőle, ezért most megszerveztünk a kutyáknak is egyet. Zufällig trifft Ferry auf französische Athletinnen der offiziellen Schwimmweltmeisterschaften. Hi, let me please introduce you to the World Swimming Championship for Dogs, which is held today in Liget over there. It starts in 1 hour because you go to the dog to the dog. Yeah, but I can see that you are not dogs, obviously. Are you swimmers? Okay. Die FINA Schwimmweltmeisterschaften in Budapest waren ein Prestigeprojekt von Viktor Orban. Geplante Kosten fast 160 Millionen Euro. Doch alle Medien außerhalb der Regierungspresse beziffern die endgültigen Kosten auf das Dreifache. Davon profitierten vor allem Orbaner Bauunternehmer. So stieß die Schwimmweltmeisterschaft in Ungarn, einem Land mit einem niedrigeren Bruttoinlandsprodukt als Rumänien, auf eher verhaltene Begeisterung. Sziasztok! Hello, szia! Szeretnék regisztrálni egy versenyzőt. Jó, rendben. Én vagyok az. Jó, Sebő Ferenc. Igen, igen, igen. Melyik számban indulsz? A mindegyikben. Fünfzig Herrchen aus Budapest haben sich mit ihren Hunden für das Alternativ-Event angemeldet. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim! A Városligetnek 2 éve volt, hogy felkészüljön a 120 millió forintba kerülő kutyavizes világbajnokságra. Lássuk akkor, hogy mire költöttük ezt a 250 millió forintot. Az első magyar nemzetközi kutyavizes világbajnokságot, és külön örülök, hogy ebből a szerény mindössze 470 milliós költségvetésből sikerült mindezt megvalósítani.
azt a zsebó gyönyörű pillangóval, azt a mindenit! Na, bocsi, se aggódj, annyira belináltam balra, hogy tortának néztem ezt. És kérem szépen, Mása mindjárt leugrik, mindjárt leugrik. Fantasztikus! Kérem a bírókat, hogy pontozzák azt a mindenit! Ne csak fogtok kell, hogy úgy, azonnal fent van. És... Die falsche WM ist offiziell angemeldet, doch die Ordnungshüter haben die Aktion im Blick. Sajnos szolgálatban vannak a kutyák, úgyhogy ők jönnének, nem engedik őket a rendőrök. Ez, hogyha hatalomra kerülünk, megváltozik, tehát mindenképpen számítunk a drága állampolgári pénzen kiképzett kutyáknak a mutatványaira. Ezt megnéznénk. Együtt éltek? Igen. És mióta vagytok együtt? Na, ilyen régóta ismeritek egymást, és mióta éltek együtt? Hát, sokáig nem jött velem össze a Suzi, és akkor igazából egy éve vagyunk együtt. Én azt, volt egy, volt, azt hallottam, hogy azért alakult a pár tulajdonképpen, hogy a Suzi imponálják. Hát remélem. Szerintem az ennél többről van szó. De... Hát nem magasztosabb célok voltak, tehát az igaz, tehát természetesen csajozási célból alakult a párt, de kicsit általánosabb értelemben. Én nem csajozni léptem be a pártba. Kicsi kutya, gyere ide! Gyere, kicsi kutya! Hát szerintem nem attól változott meg, hogy hivatalosan párt lettünk, hanem azzal változott, amikor nagyon sokan lettünk. Tehát az nekünk is kihívás, hogy teljesen más kell csinálni, vagy más lehet, vagy más lehetőségek nyílnak meg, hogy egy tömeged van a hátad mögött, mint hogyha 3-4 ember csinálja. Hogy mondjam, elég rossz irányba ment el a magyar politika az elmúlt években, és nagyon meg is változott az elmúlt 10 évben. Amit a kormány csinál, ugye, hogy folyamatosan nyújt megfelelő ellenségeket az ő szavazóinak. Tehát az EU, a bankok, a melegek, a drogosok, a Pride részrevevők, nem tudom, tehát mindenki gyakorlatilag ellenség, és emiatt erről szól a magyar közélet, hogy egymást szidja mindenki, ami egyrészt elég unalmas is, bár nyilván jó szórakozás annak a pár százan embernek, aki szeret valamit szidni. Feldschut, Heimatort des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Neuerdings Ziel oppositioneller Angriffe der dritten Art. Na hát ezekből a jelekből is egyértelmű, hogy fel akarják venni velünk a kapcsolatot, hiszen ez, ha jól látom, ez egy tervrajz, egy űrhajónak a tervrajza. És itt magasodik, emelkedik az űrállomás, és megyek is, mert sietnem kell. The space station is gonna be here. Okay. And will be visible from that side. This side will be so, shooting. So the back, in the back, from if you're coming from here, you will have a door on which you can put in the body. The second wall, and here we will build up the table with the painting for the show. Oh shit! Yeah, about that, I need to figure. Hello. Hello. We already have the table, and the painting is already being prepared, sort of. So it's like being. Be here at front. Szia János. Hello. Na, mi a helyzet? Igen. Eigentlich wollten die Zweischwänzigen für ihre Raketenaktion eines der vielen leerstehenden Häuser in Feldschut mieten. Bei insgesamt 3 Häusern war sich die Partei mit den Vermietern bereits einig. Doch dann waren die Häuser plötzlich nicht mehr zu haben. Die Gäste scheinen unerwünscht.
Die Zweischwänzigen meldeten den Raumschiffstart deshalb als offizielle Demonstration in Feldschut an. Eine weitere Attraktion in Feldschut ist die neue Bahnstrecke mit 3 Haltestellen. Auch dieses Projekt wurde von der Baufirma des Bürgermeisters Lörenz Messarosch gebaut und mit 1,9 Millionen Euro aus EU-Töpfen subventioniert. Kamerateams sind unerwünscht. Wir filmen versteckt ein Touristenvideo. Nekem az édesapámnak is hobbija volt a kisvasutazás, voltak ilyen, amikor anyám elköltözött otthonról, akkor mindig így elővette a kisvonatot, fölépítette, de mire anyu hazajött, így mindig össze kellett rakni, és hát megértem, hogy a miniszterelnökünk megteheti, ellentétben apámmal, ő megteheti, hogy kirak ide egy kisvasutat, amit a felesége ellenére, így, sőt országvilág előtt, tehát gyakorlatilag mindenki nézheti. Die EU hat der ungarischen Regierung vorgeworfen, falsche Angaben gemacht zu haben. Statt der von Fidesz geschätzten 2.500 bis 7.000 Passagiere täglich nutzen laut EU am Tag nur 30 Reisende den Zug. Brüssel hat deshalb Ermittlungen eingeleitet. Der Tag des Raketenstarts. Die Vorbereitungen gestalten sich schwierig. Ein Sturm hat über Nacht eines der Hauptzelte zum Einsturz gebracht. Szerintem minden meg lesz csinálva, és illetve minden úgy lesz, ahogy elterveztük. Lesz kilövés, koncert, minden lesz. Gergely bereitet die Live-Übertragung für Facebook vor. Ferry ist Regisseur eines Theaterstücks, das den Raketenstart begleitet. Seine Nerven liegen blank. Bald kommen die ersten Zuschauer und Unterstützer. Die Presse ist schon da. Der Niederländer Anton van Dorenmalen bereitet für die Astronauten des Theaterstücks eine besondere Reiseverpflegung zu. Van Dorenmalen hat lange als Food Artist in der Werbeindustrie gearbeitet. Seit 3 Jahren lebt er in Ungarn und unterstützt die Zweischwänzigen. Man kann schon verstehen, dass sie mit ganz wenig und ganz kleinen Mitteln versuchen, große Sachen anzugreifen. Das sind alles Freiwillige, Volunteers. Also hier herrscht eine verschollene Diktatur. Ungarn baut eine Mauer um das Land. Ich weiß nicht, warum die ist. Ich glaube, die Mauer ist eher, um die Leute in 20 Jahren reinzuhalten, als raus. Weil es gehen mehr Leute aus Ungarn weg, als dass überhaupt reinkommen. Nur ein paar hundert Meter vom Raketenstartplatz entfernt findet in Feldschut ein Dorffest statt. Heute ist Nationalfeiertag in Ungarn. Wir wollen erfahren, was die Leute hier von der Satirepartei halten, werden jedoch immer wieder abgewimmelt. Vor der Kamera spricht man nicht gerne über Politik. Bürgermeister Messarosch nimmt eigentlich immer an dem Fest teil. Aber dieses Jahr ist er aus familiären Gründen verhindert, sagen die Sicherheitskräfte. Das Büro des Bürgermeisters, die Rollläden sicherheitshalber geschlossen. Ob die beiden eine Meinung dazu haben? Nein. Wir machen unsere Arbeit und nicht Partpolitiker. Ich habe eine Überhaut, Nein. Mert azért az, nekünk, ami jó, az jó. Kész. Felcsútnak, ami jó, az jó. Orbán Viktornak a szülei Arcsúta. Hát mégis a TSZ-be együtt dolgoztunk az édesapjával. Az édesanyja meg itt volt tanítónő Felcsúton. A Viktor meg, igen. A Viktor meg itt járt iskolában. És itt lett futballista, és azért kötődik ő Felcsúthoz. Volt olyan vasárnap, hogy mentünk a templomba, mint egy egyszerű egyéni ember beült a templomba az emberek között. Minden kíséret, minden nélkül. Én olyan boldog voltam, az én lelkem olyan boldog volt, hogy itt van köztünk, és ő ide tartozik.
ezt az újságban olvastam, hogy ne lepődjünk meg, hogyha itt nagyobb hangzavar lesz, hogy a repülők lefőjárkának. Countdown zum Raketenstart. Die ersten Zuschauer und Unterstützer der Partei sind da. Die meisten von ihnen aus Budapest angereist. Nem hallott a két farkú kutya pártról? Szerintem a Fidesz jobb párt nem lesz. Ennek már van egy, hogy elég, hogy benne gyűlölnek négy tebeket ma. Ettől jobb párt már nem kell. És akkor gondolja, hogy jön egy olyan párt, amelyik nem fog lopni? Olyan nincsen. Egy fölölelik, egy csinál, mint ők. Komolyan? Minden rokonok kényszerűsödnék, azt adnak azoknak. A Viktor az 63-as, a Lőrinc az 66-os. Hát, hogy most a kötődés, az biztos, hogy már akkor kialakult, azzal együtt, hogy a Lőrinc az nem futballozott. És nagyon sokat támogatja a nyugdíjas klubot, aminek ugye most jelenleg 52 tagja van, így el tudunk jutni, fürödni, sokat kirándulunk, tehát, mert ilyen lehetőséget, ez nagy dolog, na, ez nagy dolog. Auch die Besucher der Zweischwänzigen haben eine Meinung zu Feldschulz Bürgermeister. A hihetetlenül nagyvonalú ember, egy igazi mécénás, én alig várom már, hogy a kultúrát is. Egy kis probléma van, hogy ezt mind a mi pénzünkön veszi meg. Ezen kívül minden stimmelne. De azért a fásultságnak is nagyon nagy szerepe van ebben. Tehát egyszerűen az emberek itt 27 év alatt belefáradtak ebbe a egyrészt a rengeteg küszködésbe, másrészt a rengeteg csalódásba, ami érte őket, és már elfelejtettek nevetni. Pedig hát egy ilyen diktatórikus hatalommal szemben a leghatékonyabb eszköz nyilván a gyilkos humor. I would like to thank for our astronauts who are endangering their life, who are endangering the life of their family and their every friends for the reason that we gonna reach the space. Ne, nem mindenki látja, akkor a tömeg van ott hátul, még százezrek, emeled a magasba, igen. Akkor én közben... A magyar űrhajó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, indul! In der Live-Schalter aus dem Raumschiff Ferris Theaterstück. An Bord gibt es keine Verpflegung, deshalb müssen sich die ungarischen Astronauten gegenseitig auffressen. Auch das ein sehr bewusst gewähltes Bild für das Klima im Land. Viktor Orbán lässt die Provokation vor seiner Haustür durchgehen. Die Zweischwänzigen greifen den Stil seiner Partei auf und überhöhen ihn ins Absurde. Dem ist als Mächtiger schwer Herr zu werden. Magyarországon az van, hogy valaki felszól egy ellenzéki tüntetésen, akkor másnap megírják, hogy az apukája tagja valami gázos szektának, és nem tudom, megevett egy tiltott paradicsomot 21 éve. Minket meg így nem igazán bántanak, vagy nem szállnak ránk. Ami tök jó, és mi ennek tök örülünk, és tök szuper, el sem tudom képzelni, hogy miért van. Nyilván van egy csomó olyan dolgunk, amiről az a megfelelő módszer, hogy nem számolsz be. Egy békemenetet, amit mi csinálunk, azt nehéz valószínűleg úgy tálalni egy fideszes sajtóba, ugye, hogy ez, ahogy ők szeretnék, és de nagyon-nagyon örülök, hogy mi ezt eddig így megúsztuk. In einem halben Jahr ist Parlamentswahl. Ein Hund mit zwei Schwänzen wird offiziell antreten. Satire gegen Realsatire. Es wird ein spannender Wahlkampf in Ungarn. Ez közismert, hogy a Fidesznek volt egy olyan szlogánja, hogy merjünk nagyok lenni, és mi ezzel a programmal tulajdonképpen azt javasoljuk, a kétfarkú kutyapárt azt javasolja Európának, hogy merjen kicsi lenni.